épült fel a Tolnatej ZRT új sajtüzeme Szekszárdon. A Tolle legújabb fejlesztése egyedülálló nem csak Magyarországon, de Közép-Európában is. Az üzem ünnepélyes átadójára szeptember 15-én került sor. Koller Attila ügyvezető igazgató elmondta, nagy mérföldkő ez a cég életében. Az új sajtüzem elindításával meg tudjuk erősíteni azt a pozíciót, amelyet társaságunk hosszú évtizedekre visszanyúlóan kivívott magának nem csak a magyar tejpiacon, de szerte a világon is. A jelenlétükkel ma minket megtisztelő vendégeink közül sokan tudják, hogy milyen fontos számunkra a generációkon átívelő szakmaiság. Elődeink, köztük édesapám volt az, aki 40 évvel ezelőtt az akkori magyar tejipar egyedülálló beruházásával lerakta a legmodernebb hazai sajtüzem alapját Szekszárdon. Az 1983-ban átadott üzem közel 4 évtizeden át biztosított megélhetést sok-sok ezer Szekszárd és Szekszárd környéki embernek, kínált piacot előbb a Tolna megyei tejtermelő gazdáknak, majd a társaság dinamikus növekedése következtében ma már az évi 260 millió liter tejet megtermelő 13 megyéből ide szállító partnereinknek. Elődeink példáját vettük magunk elé, amikor a szekszárdi sajtgyártás teljes megújítása mellett döntöttünk. Létrehoztuk Közép-Kelet-Európa legnagyobb kapacitású félkemény sajtgyártó üzemét. Az új komplexum évi 20 millió kilogramm sajt előállítására képes, kielégítve nem csak a jelen, de az elkövetkezendő évek folyamatosan szigorodó minőségi és élelmiszerbiztonsági követelményeit is. A közel 5,5 milliárd forintos beruházás keretében létrejött üzem képes lesz választ adni a modern kor kihívásaira, hiszen teljesen automatizált gépsorai segítségével hatékonyan használja fel az egyre szűkösebben rendelkezésre álló erőforrásokat. Alacsony munkaerőigény, hatékony energiafelhasználás, csökkenő karbantartási költségek, alacsonyabb alapanyagnorma, javuló minőség. Ezek a varázsszavak a jövőben, ezekre nem kell vágyálomként tekintenünk, az új üzemünk lehetővé teszi számunkra, hogy a visszaszerzett versenyelőnyünk alapjaivá váljanak. Az ügyvezető hozzátette, nem tudták volna megvalósítani a fejlesztéseket, ha a magyar állam nem támogatta volna őket. A több mint 5 milliárd forintos beruházást a pénzügyminisztérium 2 milliárd forinttal támogatta. A magyar kormány felismerte, hogy versenyképes élelmiszeripar nélkül nem lesz prosperáló mezőgazdaság, anélkül pedig nem lesz élhető a vidék. A magyar kormány nem csak felismerte, de tett is azért, hogy a magyar élelmiszeripar újra a fejlődés útjára tudjon lépni. Ezzel az új sajtüzemmel a társaságunk további fejlődésére teremtjük meg a lehetőséget, hiszen sajtgyártó kapacitásunkat nagyságrendileg 50%-kal fogjuk bővíteni. Várakozásunk szerint a beruházás segítségével növelni tudjuk a Szekszárdon ma biztosított 520-530 fős létszámot, illetve az erre az évre várt 70 milliárd forintos nettó árbevételt. Bízom abban, hogy a minket követő generációk hozzánk hasonló büszkeséggel fognak visszatekinteni erre a napra, elismerve, hogy a Tolnatej ZRT életében meghatározó, annak jövőjét alapvetően formáló létesítmény került ma itt átadásra. Az eseményen Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, a Tolnatej ZRT Magyarország legmeghatározóbb tejipari vállalata, mely folyamatosan fejlődik. Az ember próbál objektív lenni, de én nem tudok objektív lenni, hiszen a Tolle számunkra az életünknek a része, hiszen Tolna megyeiként mindig a Tolnatej termékeiként mondhatni azt a Tolnatej zacskós tején növekedtünk fel, és a Tolle ugye az egy már egy modern kifejezés, de itt mindenki számára a Tolnatej az, ami beivódott, mondhatni azt a tudatunkba. És nem is tudom, hogy beivódott, hiszen ez a vállalat közel 70 éves, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a privatizációság során is az akkori menedzsmentben megvolt az a felelősségvállalás, hogy nem herdálta el az elődök által összerakott vagyont, és a privatizáció után 100%-ban Tolna megyei embereknek a tulajdonában került a vállalat, és azóta is itt van, és mi erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen ez egy sikeres privatizáció volt. A Tolna ZRT, a Tolle
egy igazi sikertörténet, és ha visszatekintünk erre a közel 70 évre és a mai esemény apropójára, akkor azt lehet mondani, hogy a vállalatnak talán a legnagyobb beruházásának vagyunk a közepén, egy több mint 16 milliárdos fejlesztésnek a közepén, amely beruházás azt célozza, hogy a vállalat a legnagyobb hozzáadott értéket adja a termékeibe, és nekünk fogyasztóknak az asztalára a lehető legjobb minőségű sajtkészítmények kerüljenek. Az üzembe az ország közel 100 tehenészetéből szállítanak tejet, melyből az itt dolgozó több mint 530 ember kiváló minőségű termékeket állít elő. Több mint 260 millió liter tejből dolgoznak fel, ez egy óriási mennyiség, és ezáltal a Tonatej ZRT Magyarország legmeghatározó tejipari vállalata közé került. Itt mindig is nagyon fontos volt az identitás mellett a minőség és a céltudatos építkezés, és mindig is figyelembe vették a vállalat fejlesztésekor a lehető legkorszerűbb technológiák mellett, mindig korrektül tartsák a kapcsolatokat a partnerekkel, és stabilan működve a vállalat stabilizálta a beszállító partnereknek a működését. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is részt vett az eseményen. Hozzátette, mint oly sok minden más ágazat, a tejfeldolgozás is függ a mezőgazdaságtól. Gratulálok a Tolnatejnek, hogy egy ilyen bizonytalan időszakban is képes előretekinteni és komoly terveket megfogalmazni, és nem csak megfogalmazni azokat, hanem meg is valósítani. Az a cél, hogy magyar tejjel és magyar tejtermékkel lássuk el a magyar fogyasztókat, ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos célkitűzés, de ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha meg tudjuk őrizni, sőt javítani tudjuk a versenyképességünket. Ugye a járványhelyzet a hazai előállítású élelmiszerek vonatkozásában egy komoly átértékelést hozott a fogyasztóknak a fejében, és azt gondolom, hogy az önellátásnak a szükségességét azt nagyon sokan megértették, különösen az élelmiszer vonatkozásában. A tejtermelésben és a tejfeldolgozásban az emelkedő beruházási költségek azok itt vannak velünk, a hosszú távú termelési ciklus és a munkaigényes termelési folyamatok is itt vannak. Ezekre való tekintettel különösen örömteli ez a fejlesztés. És különösen örömteli azt látni, hogy az ambíció megvan a kapacitásbővítésre, a modernizálásra, és arra, hogy az ipar 4.0-ás megoldások is itt vannak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarországon a tejtermelés, a genetikai háttér, a termelési paraméterek, a tenyésztés szervezés, de akár az üzemi koncentráció térén is az élmezőnybe tartozunk Európában. Ugyanakkor hatékonyságban még mindig van hova fejlődnünk, hisz az európai élmezőnyt nézzük, és igyekszünk mindig előre tekinteni, és nem a hátunk mögé. Azt gondolom, hogy az, hogy a fogyasztásunk az Európai Unió átlaga alatt van tejtermékekből Magyarországon, ez egy tény. Még akkor is, hogyha alapvetően a magyar fogyasztó, legalábbis amikor pénztárca nélkül kell dönteni, akkor alapvetően a hazai termékeket preferálja. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy hogyan néz ki a kínálat tejtermékekből, akkor azt látjuk, hogy nagyon magas bizonyos szegmensekben az importnak a részesedése. Mindez úgy egyébként, hogy a nyers tej felvásárlási ára Magyarországon az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, és a tejtermelés alapvetően annak köszönheti a jövedelmezőségét, hogy az Európai Unióban az egyik legmagasabb kötött támogatása az, amit a gazdálkodók kapnak. Az átadón Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vett, aki emlékeztetett, évek óta figyelmet fordítanak a hazai termelés növekedésére. Jó a Tolléval együtt dolgozni. Nyugodtan mondhatom, hogy olyan partnerei a magyar kormánynak, ahol duplán hasznosul az a támogatás, amit biztosítunk, nem csak abban a tekintetben, hogy a magyar gazdaság számára épül valami, több munkahely lesz, a gyár pedig, a vállalat pedig fejlődik, hanem abban az értelemben is, hogy az egyik legnagyobb adófizetői Tolna megyének, mármint nem csak Tolna megyének, hanem a pénzügyminisztériumnak is a költségvetésnek. Az élelmiszer biztonság tekintetében Európában már nem csak azt, hogy szokták mondani, a piros lámpa ég, vagy a vészjelző szólalt meg, hanem most már szirénák szólnak.
Az, amit gondolunk a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatoknak a küzdelméről, az valóban egyre inkább heroikusabb, hiszen nem csak az éghajlatváltozás adta kihívásokkal kell megküzdeniük, hanem a gyorsuló ütemben emelkedő költségek, nevezetesen az energia és a nyersanyagárakkal is. A kiváltó okok jól ismertek, indult ez ugye 2020-ban a Covid-dal, a Covid utáni újraindulás, az akadozó ellátási láncok jelentős árnövekedést okoztak, és amikor azt gondoltuk, hogy mindezen már túl vagyunk, akkor az orosz-ukrán háború és az ennek következtében fellépő brüsszeli szankciók egy olyan inflációt és energiaválságot idéztek elő, amelynek a küzdelme, szeretném mondani, még csak most indul. Mértékadó európai vezetők ezért szinte kivétel nélkül szorgalmazzák az önellátás megerősítését, és ezen belül pedig a mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztéseket, a saját hazai termékeknek a fogyasztásának a növelését. Ebben a nehéz helyzetben is jól esően nyugtázhatjuk, hogy meghozta eredményét az, amit az elmúlt években, sőt most már évtizedben a magyar kormány kezdetektől fogva stratégiai kérdésnek tekintett. Nevezetesen a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése. A technológiai váltás nélkül lemaradna Magyarország, és piacokat veszítene el, tette hozzá a pénzügyminiszter. Az ágazatban dolgozó vállalkozásoknak és a kormány határozott lépésének köszönhető, hogy az elmúlt 12 évben a mezőgazdaság kibocsátása, fogalmazunk egyszerűbben, termelési teljesítménye, az 30%-kal növekedett. 2010-hez ma a magyar mezőgazdaság 30%-kal nagyobb mértékben tud hozzájárulni, és ezt jó kimondani, mindeközben pedig, tegyük ezt is hozzá, az élelmiszergazdaság teljesítménye is 16%-kal növekedett. Tehát két olyan területről van szó, ahol a közös gondolkozás, együttműködés partnereinkkel, vállalatokkal, agrárkamarával, érdekképviseletekkel meghozta az eredményét. A kiskereskedelemben a hazai élelmiszerek aránya 70% fölött van, és folyamatosan növekszik ez az arány. Az a cél, hogy az alapvető élelmiszerekből elérjük az önellátást, az összes élelmiszeren belül pedig legalább 80% legyen a magyar termék. Nem vagyunk már messze ettől, de még van tennivalónk. A mezőgazdaságban a beruházások értéke a romló külső környezet ellenére is az első negyed évben 21%-kal, a másodikban pedig 25%-kal növekedett, tehát van még lendület az ágazatban, az élelmiszeriparban megvalósuló fejlesztések is növekedtek, és nagyon bízunk benne, hogy az a rekord eredmény, amit 2022 első fél évében elértek, összesen 172 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, az a következő hónapokban és a következő években fog majd, ahogy itt István is mondta, megmutatkozni, hiszen a ma beruházásai adják a jövő eredményeit és sikereit. Varga Mihály úgy fogalmazott, ez a Tolna megyei 100%-ban magyar tulajdonú vállalat a piacvezetők közé tartozik a tejfeldolgozásban, és az egyik leginnovatívabb cég ma hazánkban. Igaz ez a termékkorszerűsítésre, az új termékek bevezetésére és a legmodernebb technológiák elsőnkénti alkalmazására is. Ezek a tények azért fontosak, mert a vállalat zömmel hazai beszállítókra támaszkodik, munkája és annak eredményei 9 megye több ezer munkavállalóját érintik. Tekintettel a Tolnatej ZRT történetére, már több évtizedről beszélhetünk, szaktudás, tapasztalat, joggal bízunk abban, hogy a cég jövőbeni fejlesztései is sikeresek lesznek. Ezért támogatta ezt a legutóbbi beruházást a kormány, ezzel kezdtem, örülök annak, hogy együtt tudunk dolgozni, elnök úr, vezérigazgató úr és a többi dolgozóval. Gratulálok a Tolnatej ZRT vezetőinek, minden munkatársának az eredményes munkához, a sikeres pályázathoz és a megvalósított beruházásokhoz. Az üzem egy 16 milliárd forintos fejlesztési projekt része, melynek következő állomása egy új érlelő és csomagoló csarnok lesz.